A tartós fagy károkat okozhat a fűtetlen pincékben lévő vízórákban, sőt, a falakon belüli vízvezetékhálózatban is. Ezek védelme a felhasználók feladata, de a tönkrement mérők cseréje és az esetleges elfolyt víz költsége is őket terheli. 100 000 forintra is növelhetik a számlát az elfagyott vízórák. Idén a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szakemberei a leolvasások és az ellenőrzések során közel 200 fagyott mérőt találtak a vállalat szolgáltatási területén. A legtöbb esetben azonban maguk a felhasználók fedezik fel a bajt. A fagy leginkább a vékony vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. Most kissé eltolódott a téli esítése, mert a változékony időjárás azt hozta, hogy a talajmenti fagyok még nem következtek be, ezért még ezután fogom téliesíteni, mielőtt a nagyobb hidegek kárt okoznának a rendszerben. Ha hiányzik a fedlap, azt mindenképpen pótolni kell, sőt a nagy hidegben tanácsos külön szigetelésről is gondoskodni. A vízórát le lehet takarni szalmával, telizsákkal, hungarocellel, pléddel, vagy akár kartonpapírral is. A vízmérő téliesítésénél azonban figyelni kell arra, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, vagyis a mérő leolvasható maradjon. Nem szoktam ehhez szakembert kérni, természetesen a kerti csapnál lezárom a fagycsapót, hogy ne jöjjön fel a víz a kifolyócsőbe, mert azt akkor kárt okozna, szétrepíteni. A vízóránál pedig kibélelve ráteszem a fedlapot, ruhával szoktam kibélelni az alját a fedlapnak, egy fém fedlap van egyébként rajta, és az egyfajta szigetelést ad. A TRV ZRT szakemberei ugyanakkor azt javasolják, az óvintézkedések mellett is ellenőrizzék rendszeresen, hogy nincs-e víz az aknában, hiszen egy esetleges csőtörés, elfagyás esetén a hónapok alatt elfolyt víz költsége akár 100 000 forintra is rúghat. Hát ha sok a csapadék, akkor abban az aknában, amiben a vízóra van, összegyűlik a talajvíz, és akkor az megfagy. De maga a csap, illetve a vízóra, az nem fagyott még be soha. Az elfagyást könnyű észrevenni. Ha egy hideg éjszaka után reggel megnyitjuk a csapot, és abból nem folyik víz, gyanakodni kell a bajra. Ha a lakatlan ingatlanban történik mindez, akkor sok esetben a TRV ZRT számítógépei jelzik a vízműtelepeken, hogy a megszokottakhoz képest megemelkedett a vízfogyasztás a település részen. Több elfagyott mérő esetében azonban csak az enyhülés követően jelentkezik a vízszivárgás, akkor, amikor kienged az elfagyott mérő vagy szakasz. A vízmérő aknákat és az abban található vízmérőket fagyást követően is érdemes a fogyasztónak ellenőrizni, hogy akár minél kisebb mértékű legyen, és a hiba elhárítást is minél hamarabb el lehessen végezni, hogy a társaság szakemberei az elmúlt év során 10 esetben cserélték, illetve javítottak fagyott mérőt Szolnokon. Leggyakrabban lakatlan ingatlanoknál, vagyis üdülőknél, hétvégi házaknál, garázsoknál történik elfagyás az időszakos vízhasználat miatt. Vízhiány is keletkezhet egy elfagyott vezeték miatt, hiszen annak belsejében jégdugó keletkezik. A legfontosabb azonban, hogy az elfagyott vízmérő, valamint vezeték közegészségügyi és járványügyi szempontból a víziközmű hálózatra nézve fertőzés veszélyt teremt. Hogy megelőzzük a bajt, az ivóvíz vezetékeket fagyhatár alá kell fektetni szabvány szerint, megfelelő vastagságú takarást alkalmazva minden oldalról. Minél mélyebben van ugyanis elhelyezve a vezeték, annál kevesebb környezeti hatás éri. A fagycsapok elzárása, téliesítése is fontos a vezetékek védelmében. A megfelelő hőfokot szigeteléssel biztosíthatjuk, valamint a bekötési vízmérőt követően elzáró, valamint leürítő szerelvényt és visszacsapó szelepet kell beépíteni.
A fagynak kitett, szabadban, falon lévő vízvezetékek szigetelése is fontos, és téli időszakban használaton kívül célszerű leüríteni azokat, részletezte a műszaki igazgató, aki arról is beszélt, hogy elfogyás esetén az elfolyt vízmennyiség mértékétől is függ a felhasználó terhelőköltség. Kisméretű vízmérő esetén a javítás sereköltsége bruttó 33 000-től 56 000 forintig terjedhet.